Sziasztok, kedves nézők, nagyon szép napot nektek. Jobban mondva, jól ne sütne a nap, mert abszolút nincsen semmiféle napunk. Egészen el van felhősödve, és nagyon hideg van, és gondoltam, hogy egy ilyen kis hiánypótló videót csinálunk erről az autóról, hiszen mindig ugye azt mondjátok sokszor, hogy ugye meleg a motor, hát ez abszolút nem lesz meleg, hiszen mínusz 4,5 fok van, úgyhogy így próbáljuk az autót letesztelni jégbe fagyva. Ez az Opel Merivált, ez egy benzines motorra rendelkezik, amúgy különben 2008-as évjáratú, és 9 lóerős benzinmotor van a járműben. A gumiai jó állapotúak és nyári gumik vannak jelenleg ezen az autón. A csomagtartójában viszont van ajándék, már ki is nyitom nektek. Ugye nem koncertó az természetesen, hiszen őt nem adjuk semmi pénzért sem, hiszen áll a segítőtársunk itt a kereskedésünkben, bemutatókban. Látható, hogy egy téli mintás gumi van itt benne, 4 darab, ráadásul szépen bezacskózva. Benne van ugye a kalaptartó, a hátuljában össze lehet így hajtogatni, és az üléseket is össze lehet hajtogatni, amit már is megmutatok nektek. Mindkét oldalát, ha végignézegetjük, akkor egy jó állapotú, szép karosszériát láttok. A csomagtartóját így lehet bővíteni, ugye le lehet dönteni az üléseket, ez 3 módon lehet megtenni, ugye külön-külön a 2 szélsőt és a középsőt pedig külön le lehet dönteni, ami ugye könyök támaszként is szolgálhat. Ezt néhány mozdulattal meg lehet tenni, vissza lehet alakítani a megfelelő módon, ahogy ti szeretnétek használni. Megpróbálom ezt így kivitelezni, persze előrébb kéne húznom egy picit az ülést, úgyhogy ezt csak akkor tudom megtenni, hogyha előrébb lépek egyetlen egy lépést, szépen itt előre húzzuk ezt, majdan kiemeljük a hátsó részét. Tehát kell hozzá egy kéz, meg még egy, és már is megtörtént a szövetkárpitozása, hibátlan, tökéletes, nem dohányzós kocsi, nagyon kultúrált, mutatós. Hátul kézzel tudjátok tekergetni az ablakokat, elő elektromos ablakokat találunk, 2 darab nyomógomb, és ezekkel lehet ugye lefelé húzgálni az ablakokat, innen pedig az elektromos tükröket lehet ugye szabályozni jobbra-balra. Kényelmes utazáshoz engedhetetlen egy könyöktámasz is, állítható magasságú ülése, és így jobb kéz felől kollégáink itt vannak, szevasztok, Feri, Peti kollégám, látom szépen ki vagytok itt lapozva, mit hoztatok? Hát először is ugye van kódkártya az autóhoz, megvan, szervizkönyve végigvezete, láthatjátok, hogy nem volt resta tulajdonos az első, és szépen elvitte rendszeresen, és karban tartotta az ő kis autóját. Mindenhol meg lehet nézegetni, hogy mit csináltak vele, és talán a legfontosabb, ez az utolsó bejegyzés, mert hogy ő pont 200 km ezelőtt történt, vezérműláncszett csere, olaj-olajszűrő, légszűrő és gyújtógyertyák lettek benne cserélve, úgyhogy ez egy leszervizelt autó, nem kell hozzá nyúlnatok abszolút, sőt, műszakiztatni sem kell, mert 2021. november 30-ig szól a műszaki vizsgája. Köszönjük Feriknek itt a közreműködést, hogy segítettek a bemutatóban. AUX csatlakozó, majd vele lehet dugni a telefont, egy 5-ös váltó itt előttem, ugye szép kis bőrből van, nincs megkopva ő sem, manuális klíma, CD-s rádió, ami MP3-at is lejátszik, és a 2 kulcs van, a zsebemben van, mindjárt azt is előveszem. Mind a 2 megvan, bicskás kulcs, le van fagyva a kezem is. Na nézzük, hogy hogy indul, mit csinál az autó. Megnézzük, hogy hány fok van gyorsan. Azt mondja, hogy mínusz 4,5 fok van. Szól a zene, kicsit visszaveszünk belőle. Műszerfalra is tekintsünk ide, 151.000 és 672. Levesszük még egyszer a gyújtást, és akkor megnézzük, hogy minden kigyúl és minden elalszik, ugye. Tehát van itt ABS menet, stabilizátor, motorcsek, olajnyomás és töltési jelző lámpa, meg ez a kis szervizkulcs is, ugye. Szerintem, ha elfordítom a kulcsot, akkor rendbe kéne, hogy legyen. Tehát kiadtak a kontrollámpák. A motor beindult, kéziféket ugye behúztam, és szépen duruzsol a moci benne. Aztán majd megnézzük a motortérből is, hogy mit csinál ez a 9 lovas benzinmotor. Amúgy a kormányát is érdemes megnézegetnetek. Nagyon szép, ugye, hogy ilyen nagyon szép kis bordás, főleg, hogyha ilyen gyorsan fókuszálna
a fényképező telefonom. Itt ezzel tudjátok a hangerőt, innen a csatornákat tudjátok keresgélni, innen pedig a világítást lehet kapcsolni, illetve lehet kapcsolgatni ugye majd a ködfényszórót is, és ugye van itt fényszóró magasság állítás, meg hogy a háttérben milyen szépen világítson ez a sárga fény. Azt mondja, hogy plusz-minusz, hát most ugye így meg is tudom mutatni nektek, tehát kicsit lejjebb veszem, vagy följebb veszem, szépen világít, 151 ezer kilométer. Az idő, ugye mutattam nektek, illetve 10:21 van délelőtt, és ilyen jó hideg van. Na, talán kiszálló, és akkor megnézegetjük még, hogy ott mi van, de ha ide fölnézünk, akkor látható, hogy van egy jó kis szemüvegtartó itt, légzsákok mind elől, mind utas, és mind pedig oldal légzsák is van benne. Itt ha elhúzom az övet, akkor látható, hogy itt az oldal légzsák. Hibátlan szép az ülése, nincs kikapva, nincs kiülve, jó beleülni, jó magasan tudunk benne ülni, tehát akinek egy kicsit úgy jobban esik a, nem a földön ülés, hanem szeret kényelmesen beülni, kiszállni, akkor láthatja és érezheti majd, hogy kellemes ide becsücsülni. Na, kinyitottam az elejét, világítást is látjuk, hogy szépen világít. Ide pedig beülök, benyúlok, és beültetjük ide magunkat, így virtuálisan, tehát szépen belenézünk ide, látható és hallható, hogy szépen normálisan jár a moci benne. Az aksi rendben volt, itt is egy régmúltból egy olajcsere címke, tehát egy leszervizelt, szuper állapotú mocit előttünk, ami tökéletes üzemel, karbantartás mentesen most hirtelen bele lehet ülni és lehet vele haladni. Én azt gondolom, hogy ebbe az autóban nem sokára bele fogunk ülni, hogyha kiolvadt, és akkor itt röviden itt megyünk vele egy pici kört, és megnézegetjük közelebbről is váltót, kuplungot, meg a futóművet, milyen élmény vele autózni. Természetesen ugye velünk fog tartani Feri Peti és Concerto is, és tartsatok velünk ti is, illetve iratkozzatok fel a csatornánkra, a YouTube csatornánkra, és ne felejtsétek el, hogy mindenféleképpen egy ilyen kis élet nyomjatok a végére, amit nagyon szépen megköszönünk nektek az M3 Autópark nevében. Kövessetek a csatornánkon, és nézegessetek a videóinkat, és gyertek el hozzánk személyesen is. A viszontlátásra köszönöm, hogy velünk voltatok.